Születésnapos gyerekek, szülők és testvérek ünnepeltek együtt a kerület napján november 11-én a Transit kávézóban. Az önkormányzat egy-egy ajándékcsomaggal kedveskedett az ünnepelteknek. A csomag színes ceruzákat, oroszlán plüss figurát és gumicukrot rejtett. Az újbudai gyerekek szerencsések, hiszen a kerület kicsikoruktól egészen felnőtté válásukig gondoskodik róluk. Fontos lenne számomra és számunkra is, hogy tényleg kötődjenek a kerülethez. A kerület nagyon nagy, mindenféle dolgot szinte meg lehet benne találni, tehát a bölcsödétől az egyetemig mindennel jó munkahelyekkel rendelkezik, kellemes környezettel, ami ahhoz szükséges, hogy valaki tényleg egész életét le tudja itt élni, megtalálja azt, ami számára fontos és értékes. Köszönöm napocska, hogy világítasz! Így megmenekültem! Az ajándékok kiosztása után a Majorka Színház Zöld Péter című bábműsora következett, végül tűzijátékkal feldíszített tortákat hoztak a születésnaposoknak. Az ünnepségen Hoffmann Tamás polgármester mellett neje Hoffmann Tiána, Király Nóra alpolgármester, Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző és Molnár Gyula országgyűlési képviselő is megjelent. A babazsúr előtt érkezett a hír, hogy 2 év után ismét Újbuda baba született. Hajnalka 8:49 reggel a Szent Imre kórházban látta meg a napvilágot. Minden Újbuda baba, illetve a szüleik egy egyszeri 111 000 forintos születési támogatást kapnak Újbuda önkormányzatától. Ezzel is szeretnénk elismerni azt, hogy itt élnek Újbudán, gyermeket vállalnak, hiszen ez a kerületünk önkormányzók egyik legfontosabb küldetése, hogy minél több kisbaba szülessen itt Újbudán is. Hajnalka a kerület 72. Újbuda babájaként látta meg a napvilágot.